Harmadik fejezet. Találkozás a betörőkkel. Banditák a láthatáron. Száguldás egy Yamahán. A lövés. Az első nap elmúlott, mondta elégedetten a néni. Ott ültek a konyhában. Serrano, akit a gyerekek természetesen elneveztek Surrano úrnak, korán nyugalomra tért. Egy ideig biztosan a műholdas tévét akarja nézni, gyanították. Természetesen senki sem zavarta a hormi programajánlatokkal, bár Oszkárnak lett volna néhány ötlete. Az egykori csavargó ugyanis úgy vélte, a legjobban az bújhat el, aki folyton szem előtt van. Őt, éppen ezért, de lehet, hogy csak egyelőre, úgy igazán senki sem veszi észre. Ezt Oszkár mondhatni saját gyakorlatából tudta. Volt idő, nem is olyan régen, amikor kénytelen volt végig lopakodni a fél Dél-Balatont, hogy a mindennapi betevő falathoz jusson. Erről is a drágaságos asszony, Amália néni szoktatta le, meglehetősen drasztikus, de eredményes módszerekkel. Azóta ezt senki sem említi. Hát, ha csak ennyi fog történni minden nap, olcsón megszolgáljuk a pénzünket. Örült Ákos is. Nappal kialudta magát, így most készen állt az őrszolgálatra. A háziasszony tisztjét, ha szükség lenne rá, Katinka vállalta. Hajnalban ő fog felkelni, hogy elkészítse a vendég és a személyzet reggeliét is. Reggel Gergely hozza majd a tejet és a péksüteményeket. Rendelkezett ismét a néni. Igaz, Gergely? A férje behúzta a nyakát. Természetesen, drágám. Ha úgy kívánod. Úgy kívánom. Neked is részt kell venned az akcióban. Az akcióban. Ez komolyan hangzott. A gyerekek összenéztek. Zoli nehezen tudta levenni a tekintetét Anikóról. A kislány valamilyen ősi ösztönnel tudta ezt, érezte akkor is, ha nem is nézett a fiúra. És mi nem örködhetünk? Kérdezte Huba. Szőszke haja már olyan hosszú volt, hogy a szemébe lógott. Lényegében csak ez különböztette meg fivérétől, aki nem régen betévedt egy borbélyhoz. Kiskorúaknak éjszaka aludnia kell, válaszolta a néni szigorúan. A négy gyerek erre jobbra-balra hajlongott, körülnézegettek. Zoli felemelte az asztalterítő szélét, és bekukkantott a lája. Persze a felnőttek már ismerték ezt a műsort. A gyerekek néma játéka, mint egy azt kérdezte. Hol vannak itt kiskorúak? Ti láttatok olyanokat? De a játék már rég hatástalannak bizonyult, emezek túlontúl is megedződtek. A kölykök hát egymásra pillantottak és felálltak. Tettetett szomorúsággal kioldalogtak. Jó éjszakát mindenkinek! Jó éjszakát, gyerekek! Aludjatok jól! A halban persze megtorpantak. Égő szemmel pillantottak egymásra. Azért csak kitalálunk valamit, nem? Disznóság, hogy még az éjjeli őrségben sem vehetünk részt. No, uracskáim! Anikó a nagynéni stílusát utánozta. Mi a terv? A terv. Hát a terv. Csaba ajkát rágva nézett fivérére. A másik iker a vállait vonogatta felváltva, ami eléggé különös látványt eredményezett. Zoli rájuk is szólt. Hagyjátok a torna gyakorlatokat. Szóval nincs tervetek. Hát nekem van. Az ikrek erre fejük arcuk elé kapták a kezüket, és óbégatni kezdtek. Ó, jaj! Végünk van! Zoli tervet talált ki! A várúr fia türelmesen várt, míg elmúlik ez a ragályos hülyeség, mint megjegyezte később, aztán röviden elmondta, mit talált ki. Anikó büszkén nézett rá. Ez igen. Hiába Zolinak helyén van az esze. Ezt meg is mondta neki, mire a gyerek úgy felfújta magát rendtentő büszkén, hogy csak nem szétszakadt az inge, és percekig nem is lehetett vele beszélni. Ákos kényelmesen elhelyezkedett a kempingágyon. A néni tilalma ellenére hozta ki éjfél előtt a halba, és letette keresztbe a bejárati ajtó elé. No, itt ugyan senki sem fog észrevétlenül beosonni, mondta önmagának, aztán a pokróc alá bújt. Nem volt igazán álmos, 5 percig. De később úgy érezte, hajon van, és ez milyen kényelmesen ring alatta, milyen édes ez a fény.
Miféle fény? Riadt még fél egyszer, de az álom hamar elnyomta. Így aztán nem láthatta, hogy éjfélkor egy árny osony le a belső lépcsőn, majd gazdája az első emeletről csak lepillant a hallba, ahol vaksötét volt. Aztán az árny kinyitotta az egyik üres szoba ajtaját, besúrant. Némi tapogatózás árán kinyitotta az ablakot, a központi fűtés csövéhez csomózott egy nem túl vastag kötelet, a másik végét kidobta az ablakon, és ügyesen leereszkedett a hátsó fal mellett az udvarra. Egy másik árny is állt ott. Közös jellemzőjük a nem túl magas méret volt. Hát szia, itt vagyok. Látom, pulóvert hoztál? Kettőt is, egymásra vettem őket, öregem. Mert hogy hideg van. Vac-vac, azt hittem megfagyok. Járkálni kell, Zolikám, jegyezte meg Csaba. No, ebben most úgy is lesz részed. Irány haza, és senkinek egy szót sem. Igyekszem, morogta a fiú. Fázósan összehúzta mellén a pulcsit, és elinalt a sötétben. Csaba pedig átvette a külső őrséget, ahogyan elnevezték egymás között az este önként vállalt feladatot. Amint Zoli elment a falu irányába, Csaba elképzelte útját. A fiú körülbelül most érhet a falu szélére. Most a főtérre, most megy el a cukrászda előtt. Aztán befordul a part irányába, már látja is a várat. Előkapja a saját kulcsát, a zárba illeszti. Katinka és Ákos úgy sincsen otthon, nem kell csöndesen viselkednie. Bemegy, megmosakszik és lefekszik. Én viszont itt vagyok, és 3-kor húba levált majd. Magam állítottam be neki az ébresztő órát. Lassan, csöndesen haladt, megkerülte a kastélyt. Tényleg hideg volt. A gyerek ugrált egy kicsit, aztán rájött, hogy ez zajcsap, hát abba hagyta. A madarak hallgattak, bár néha valami mozdult az ágak között. A szellő matat vagy? Netán alvó madár mozdul a fészkében, félálomban. Aztán a nyílt, csillagfényes égen egy árny közlekedett cikcakban, majd amikor a gyerek már csak nem felkiáltott rémületében, egy másik irányba csapódott és eltűnt. Egy denevér volt. Csabának reszkedtek a térdei, és eszébe jutott, ezt alig ha fogja holnap elmesélni a Nikónak. Nem tudta, mennyi idő telt el, nem hozott órát. Talán egy, vagy fél kettő is lehetett már, amikor a falu felől zajt hallott. Autó. Ám ismét csönd lett. Lassan kinézett az épület sarkán. A főbejáratnál is sötét volt. Ákos bácsi talán elaludt. Nincs kizárva. Annál fontosabb az én őrszolgálatom, mondta önmagát biztatva, és visszahúzódott. Úgy döntött, elmegy ismét a hátsó oldalra, amikor jóval közelebbről hallott zajt. Száraz ág recsent. A gyerek szinte sóbálvánnyá merett az egyik fenyő mellett. Hogy az a? Mondta valaki egészen közel. Csabában meghűlt a vér. Hát van itt valaki. Kuss! Mondta valaki a végén igen sok essel, ami afféle pisztegés is lehetett. Szóval ketten vannak. Csaba nagyot nyelt, és nem mert mozdulni sem. Ami azért nem esett nehezére, mert valósággal megbénult a rémülettől. Ketten jöttek, ilyen közel, és milyen csöndben. Akkor ezek rosszban sántikálnak. Hogy miben sántikálnak valójában, azt nem tudta meg. Nagyon halványan látott két árnyat, az egyik valamivel magasabb volt a másiknál. Felnőttek lehettek. A magasabb hosszú tárgyat vitt a kezében, de a gyérfényben a gyerek nem látta, mi lehet az. Az alacsonyabbik elérte a falat, megtapogatta. Már az ő szemük is megszokta a sötétséget. Itt a fal. Látom, te ökör! Jegyezte meg a magasabb. Gyerünk! Itt van a bejárat! Balra! Morogta a kisebbik, aztán eltűntek a sarkon. Csaba talán egy egész percig várt, amíg végre annyira előre kapott és bátorságra, hogy követhette őket. Lázasan gondolkodott, hogyan riassza a többieket. De nem volt nála semmi. Még egy síp sem. Ez az. Egy sípot kell majd szerezniük. A mazok nagyon csendesen mozogtak. Most Csaba alatt recsent egy száraz ág. Valaki jön.
mondta az egyik idegen. Álltak egy percig némán, aztán a magasabbik döntött. Egy fenét, gyerünk tovább! Nem volt hol fényes az éjszaka. A sötétben csak lassan lopakodhattak előre. Végre ott voltak a kis lépcsős előtérnél. Látták a bejárati üveges ajtót. Sötét van bent, suttogta a kicsi. Na-na, majd kivilágítják a kedvünkért. Így a magasabb. Még jó, hogy nem is sejtik, itt vagyunk, reménykedett a társa. Az ő feladata volt az ajtónyitás. Előre ment, addig a másik őrködött. Nem gyújtottak fényt, és nagyon csöndesen dolgoztak. Fém csörrent fémhez. Árkulcs. Feszítővas. Csaba nem tudhatta, de a szíve ki akart ugrani a helyéből, tudta, nem várhat tovább. Ha Ákos bácsi például nincs a helyén, elugrott valahová egy percre, akkor ezek már is bent lesznek a házban. Kik lehetnek, és mit akarnak? Akkor kattant a zár, és halkan nyikordult a befelé nyíló ajtó. Csaba döntött. A legegyszerűbb módot választotta, hogy kíváncsiságát kielégítse. Amennyire csak telt tőle, olyan mély, felnőttes hangon kérdezte. Kik maguk? És mit akarnak? Akárha pincéből jött volna a hang. Amazokat nagyon váratlanul érte. A kicsi már félig belépett, nem értette, miért nem nyílik ki egészen az ajtó. A másik akkor átugrott, mint egy szöcske. Csabának ennyi is elég volt. Fogják meg! Tolvajok! Kiabálta teljes hangerővel. Most már nem ügyelt a hangfekvésre, nem imitált felnőttet. Éppen ellenkezőleg. Akár egy sebesült kismalacnak, olyan vékony lett a hangja. A magasabbik, amint ugrását követő repüléséből visszaérkezett talpaival a földre, azonnal futásnak eredt. Olyan sebesen rohant, mintha pontosan látná maga előtt a talajt. Egyetlen fának sem ütközött, elrohant a park fái között. A másik, az előbb tapogatózott, valami puhát tapintott kezével, aztán egy emberi fejet, arcot, valaki felhorkant, akár a sebzett vatkan. Egy kéz ragadta meg a lábát. A kisebb termetű jövevény felsikoltott. Jaj, mamám! Kirántotta a lábát. Akkor ért oda Csaba. Az idegen elkapta a fiút, maga mögé lökte, így csinált szabad utat, és rohant a park felé. Csaba üldözni akarta, de vasmarkok ragadták meg, és egy vadember hörögte a fülébe. Most megvagy, te átkozott! Csaba valamit kiáltott, szabadulni akart, de ez lehetetlen volt. Ákos úgy fogta, hogy csak vergődött. Végre értelmesebben kezdett kiabálni. Csaba vagyok, ereszel, Ákos bácsi! Mindez eltartott vagy fél percig, aztán fény öntött el a halt. Amália néni rohant be a halba, egy húsvágó bárdal a kezében, és ő is üvöltött. Pár másodperccel később felbukkant Katinka is. Ő fegyvertelen volt. Ha csak a partvisnyelet nem tekintjük fegyvernek, amit a folyosó ragadhatott felfuttában. Mi van? Elkaptam, ordította Ákos. Be akar törni az átkozott. Ez én vagyok, Csaba, sivalkodott a gyerek. Amazok meg elmenekültek. Hogy az a részfám fütyülőjét? Ákost alig ha nem ez az ékes, káromkodás helyettesítő győzte meg arról, hogy valóban az egyik ikret tartja. Elengedte. Amália már is ott volt, és egy pillantást vetett az ára. Még benne volt kívülről egy idegen Ákulcs. Kiugrott az ajtó elé. A többiek is követték. A távolban felbrummogott egy automotor, aztán csönd lett. Ketten voltak, lihegte Csaba. Láttam őket, ahogy közeledtek a kastélyhoz. És miért nem riadóztál? Dühöngött a néni. Majd egy pillantást vetett a gyerekre, Ákos kempingágyára, és felfortyant. Ákos, te miért alszol őrszolgálatban? Csaba, te meg hogyan kerültél az udvarra? Éjnek idején! Mielőtt magyarázkodásra került volna sor, szerencsére felbukkant Serrano. Egy nagy, fekete pisztoly volt a kezében. Igazinak látszott, és ezzel nagy tiszteletet ébresztett a jelenlévőkben. Que pasa? Kérdezte. Mi történt? Nada. No importa. Felelte azonnal a néni, a többiekre nézett. Semmi, semmi fontos. Értettétek?
Majd azt mondom neki, hogy tolvaj próbált bejutni a házba, mert azt hitte, biztos, hogy éjszaka nincs itt senki. De elijesztettük. Hát ezt nagyon elijesztettük, morogta Ákos is. Megkérdezte volna Csabát, hogyan került oda, de a gyerek akkor már feliszkolt a lépcsőn. A szobájába érve csak annyit mondott testvérének. Látod, nem hiába álltam őrt. Lehet, még ma éjjel visszajönnek. Ezért indulj már is. Ne várj háromig. A leereszkedő kötél a helyén van, kis öreg. Mozgás! A halban Serrano pizsamája zsebébe tette a pisztolyt, és elindult vissza a szobájába. A néni utolérte a lépcsőn. A férfi most ránézett, és az asszony annyi mindent látott a szemében. Ne féljen, szenyor Serrano, ezek csak tolvajok lehettek. A tolvajok kettesével járnak? Kérdezte komoran. Előfordul, bólogatott szaporán az asszony, közben azon járt az esze, hogy Serrano nem nagyon hiszi ezt a változatot. A férfi megállt a lépcsőfordulóban. Egyedül voltak, ők ketten, akik jól ismerték a világot. Azt a másik világot is, ahol az erőszak mindennapos volt. Így ölték meg a feleségemet is. Éjszaka jöttek, és nem egyedül. Amália torka elszorult. Csak később tudott szólni. Ezek magyarul beszéltek. Itteniek voltak. Serrano csak bólintott. Majd elment a szobájába. Amália sejtette, mert nem válik meg a fegyverétől. Sóhajtott egyet, és úgy döntött, ő is lefekszik. Talán reggelig már nyugalom lesz a kastély szállóban. És reggelig valóban nyugalom volt. Amint kisütött a nap, Amália kedve is megjavult. A gondok az éjszakában maradtak, és a felkelő nappal együtt szétfoszlottak. Akár csak a félelmei. Odakünn a világot ismét elöntötte az áldott fényesség, és a kastély halnalban szigetként lebegett a növekvő világosság közepén. Aztán szétterjedt a nappal, már a park fái, a nádas, később a tó és a hegyek is hozzátartoztak. A világ ismét egyé vált, és az asszony nyugalma visszatért. Vidáman kelt fel, tevékenykedett. Később kiment és körbejárta a kastélyt. Keleten már ragyogott az égbolt, és amikor Amália visszatért a főbejárat elé, a tetőn ült az aranyos nap. Semmi gyanúsat nem látott. Legfeljebb néhány lágynyomot, amelyekre a bűnügyi szakértők biztosan azt mondták volna, azonosíthatatlanok, legalábbis a krimikben. De ez sem vett el a néni kedvét. Lehet tényleg betörők voltak. A Balaton partján persze inkább nyáron sok az idegen, de az efféle népség az őszt meg a tavaszt kedveli, amikor sok ház, nyaraló üresen áll még. Akkor senki sem akadályozhatja meg tevékenységüket. Miután ilyen szépen megnyugtatta magát, visszament a házba, és halkan ügyködött a konyhában. Fél hétkor zajt hallott kintről. Megjött a terepjáró, piros kakás szállodott le róla. Jó reggelt, Málika! Szia! Felelte az asszony, aki sohasem adott a formaságokra. Az összes rokona, sőt, ismerőse tegezhette, és ő is visszategezhette őket. Az utóbbi napokban ez alól, de lehet csak egyelőre, Serrano úr volt kivétel. Meghoztam a süteményeket, a kenyeret, a tejet, jelentette a lányzó. Minden rendben van? Majdnem, felelte Amália kissé borongósan. A lány eszébe jutatta az éjszakai eseményeket. El is mondta Piroskának, de már a konyhában. A házban még csönd volt. Ákos ugyan nem aludt, de most elhatározta, végigjárja a házat a pincétől a padlásig. Odafönn kezdte. Szuszogva ért a legfelső szintre. A padlásablakoknál hosszan állt, és a víz fölött terjengő halvány párákat nézte. Úgy elbámészkodott a színpompás látványon, hogy kis híján kiment a fejéből, miért is jött ide. Minden oldalon lenézett, szemügyre vette a környéket, de nem látott semmi gyanúsat. Ti teljesen hülyék vagytok! Barmok! Kretének! Idióták! De főnök, a barmok kicsit erős volt. Megérdemlitek, marhák! Fogyatékosok! Imbecilisek! Az mit jelent?
Ne húzz fel, Alfred, ne húzz fel, mert kihúzod a gyufát. Most felhúzom, vagy kihúzom? Kuss, te szerencsétlen! Még egy szó, és lelőlek! Nehéz lenne így telefonon keresztül, főnök. Recseg ez a vonal, főnök, és csikorog. A fogamat csikorgatom, te szerencsétlen elmebeteg. Figyelj ide, utoljára mondom el. A spanyoloknak elegük van az egészből. Vagyis belőletek. Azt mondták, elintézik ők maguk, és már el is indultak. Hamarosan ott lesznek. Fogadjuk őket? Egy fenét! Csak végszükség esetén közösködöm külföldiekkel. Akármilyen nagy szakemberek is, vagy annak képzelik magukat a nyavajások. Ha elvállaltam a munkát, el is végzem. Főleg azért, mert jó fizetséget ígértek. Igyekezzetek elintézni, amit kell, de azonnal. Mielőtt azok a nyavajások odaérnek. Ha sikerrel jártok, megbocsátok nektek. Ha nem, akkor... Értem, főnök, azt is, amit nem szavakkal mondott. Hogy az a... Igyekezzetek! Estére én is ott leszek. Már feltéve, ha addig nem csináljátok meg a melót. Ha sikerült, szóljatok vissza, és nem indulok el. Visszaszólunk, főnök. Serrano kiült a teraszra. 10 óra múlott. A néni egy kicsit beszélgetett vele, aztán fogta a bevásárlószatyrát, intett az ikreknek. Gyertek, majd Anikó és Zoli marad a védencünkkel. No és Oszkár. Oszkár, a művészek gyöngye, a terasz körül őgyelgett. Erre az emelkedett hangú parancsóra kihúzta magát. Valami nagyon szépet akart mondani, de persze nem jutott eszébe. Csak amikor azok hárman kerékpárra pattantak, és elkerekeztek a falu felé, jött meg Oszkár szava. Igenis, akár az életem árán is megvédem a vendéget. Amin persze a gyerekek jót nevettek. Serrano semmit sem értett az egészből. Zoli hallotta az ikrektől, mi történt az éjszaka a házban, és csipkelődött Anikóval, milyen álomszuszék. A kislány ugyanis egyszerűen átaludta a betörő kalandot, ő is csak reggel hallott róla a többiektől. Katinka és Ákos elment a várba. Oszkár hát a féle parancsnoknak érezhette magát. A terasz alatt cirkált, időnként eleltűnt a bokrok között, majd megint felbukkant. Nagyon idegesítette ezzel Serranót, de a gyerekek elterelték a figyelmét. Igaz, egyetlen szót sem értett belőle, de a férfit elfogta egy furcsa érzés. Még nem érezte az utóbbi másfél évben, amióta vesszőfutása tartott. Attól a szörnyű naptól kezdve állandóan úton volt, mindenhova elmehetett a világban, csak haza nem. És azóta nem volt nyugalma. Testőrök vették körül, rideg szállodákban lapult, utazás közben is folyton vigyáztak rá. Elméletileg most sincs védelem nélkül, de hát ez a védelem. Elmosolyodott. Családias hangulatban ült egy teraszon. Gyerekek veszik körül, odalent a bokrok között időnként elmegy egy kalapos férfi, akinek a testalkata éppen olyan, mint az övé, csak fiatalabb vagy 10 évvel. És ennyi. Mégis, minden más, mint az elmúlt években. Ez a szenyóra Amália is olyan kedves. Itt valahogy jól érezte magát Serrano. De azért nem adta át magát teljesen ennek az érzésnek. Kivéve, amikor Anikó közelebb húzta a fonott nácéket, arca bekerült a napernyő árnyékába, és valamit kérdezett tőle. Majd mutatott egy fényképet. 2 aránylag fiatal felnőtt nézett le róluk. A szüleim, mondta a kislány. Zolinál volt most a spanyol szótár, és mondta is. Padres, és Anikóra mutatott intenzíven, hogy az ő szüleiről van szó. Serrano udvariasan elvette a képet, megnézte Anikó anyját és apját, bólogatott. Sí, simpático, parentesco. A gyerekek a szótára vetették magukat, a parentesco szót keresték. Zoli nagyon örült, hogy ő találta meg elsőnek. Azt mondja, nagyon rokonszenves rokonaid vannak. Hát milyenek legyenek a rokonok, ha nem rokonszenvesek? Évődött a kislány, megint nevettek. Serrano hátradőlt, és a távoli hegyeket figyelte.
Oszkár valami nezt hallott a park bokrai között. Úgy döntött, ő is felmegy a teraszra, ahonnan messzebbre ellátni. Ha már rábízták ezt a szegény külföldit, ő majd megvédi. Mindenáron, az egyszer biztos. Hiszen megígérte Málikának, és az adott szó kötelez. A szó kötelez. Ez a mondat roppantul megtetszett Oszkárnak, ízlelgette magában, forgatta a szájában, aztán sóhajtva gondolta. Ha csak egy kicsit tudna spanyolul, most ezt közölni a vendéggel. Biztosan nagy tisztelettel nézne rá, azon túl is mindig ez a Serrano, vagy Surrano úr, vagy hogy is hívják. Az áruház előtt hagyták a lelakatolt bicikliket, és fordultak egyet a téren. A gyerekek főleg fagylaltra várakoztak, nagyokat nyeltek, de nem szóltak. Olyan igazán nyári meleg sem volt, no és a fagylaltosok még valahol Pesten voltak ilyenkor. Csak a cukrásztában lehetett kapni, ezt már nagyon jól tudták. Úgy irányították a nénit, hogy okvetlenül arra felé kerüljenek. Amália persze pontosan tudta, hogy erről van szó, de úgy tett, mintha folyton más terve lenne. Először egy rövidáru boltba vezette be a társaságot, aztán megállt tereferélni egy szomszédasszonnyal. A fiúkat közben majd kilelte a vágy. Végre nagy nehezen odaértek a cukrászdához. Amália pénzt vett elő, a kölykök berohantak. A néni odakül maradt, leült az egyik napernyő alá. Ugyanakkor történt 10 méterrel távolabb, hogy egy hosszú autó fékezett a parkolóban, és 3 sötét ruhás férfi szállt ki belőle. Szemlátomás tanástalanok voltak. A cukrászda másik oldalán egy bőrzekés, vékony fiatalember Yamaha motorjával bajlódott. A nagy szerkezet csupa króm villogás volt, erőt sugárzott. A fiatalember menni készült, de még nem rúgta be a motort. Élvezte, hogy a srácok oda gyűlnek köréje, és bámulják a gépet. Hát hagyott nekik pár percet erre, közben ő is a dicsőségben fürdött. A 3 férfi közelebb jött a cukrászdához, körülnézegettek, és a néni egyszer csak fülelni kezdett. Huba 2 tölcsért hozott, az egyik a nénié volt. Csaba a magáét markolta, és a visszajáró pénzt szerette volna zsebre gyűrni, de közben a szemét le nem vette a fehér-sárga gombócokról. Mindketten egyforma barna nadrágot és világos dzsekit viseltek, ami már most, hogy erősebben sütött a nap, kezdett túl meleg lenni. Éppen elhatározták, hogy ledobják, amint megették a fagylaltot, amikor... Én hol a fagyi? Jelentette Huba, és az egyik tölcsért a néni felé nyújtotta. Az idegen férfiak ott álltak a közelben, és hangosan beszélgettek. Csaba unatkozva odapillantott. Nocsak, jönnek már a külföldi turisták. Olyanok, mint a hangyák, amint melegedik az idő, előbújnak valahonnan, egyszer csak ott vannak, és nyüzsögni kezdenek. Tessék, mondta ismét Huba, de a néni nem mozdult. Csak ült meretten, valahová térbe nézett. A gyerekek alaposan megszemlélték, és véleményeket cseréltek. Szerintem tetteti magát. Csak hogy megtréfáljon bennünket. Ha káromkodnék egy népi eset, biztosan magához térne. Inkább ne. Vannak itt kiskorúak is. Huba a kezét függőlegesen mozgatta a néni előtt, de az meg sem rezdült. Nem is pislog. Te, itt valami nincs rendben. Korszakadkodó felfedezés volt, mondhatom. Málika! A néni ekkor végre megmozdult. Csak egyik kezével intett türelmetlenül, csitt, ne zavarjatok. A fiúk akkor végre felfogták, mi történik. A néni hallgatózott. Csaba is kapcsolt. A férfiak mellettük spanyolul beszélgettek. És a néni értette minden szavukat. Amazok persze honnan tudhatták volna, hogy Balaton csillag főterén ez megtörténhet. Ki hitte volna, hogy a néni egy ismert lehallgató? Vidámkodott Csaba. Ikrének sem kellett több. A hírhet 3x3-as osztályról. Igazi kém. Ekkora elektronikus fülekkel. Az ikrek szeme egymásra villant, és már nem kínálgatták a néni fagylaltját. Tudták, azt már ők eszik meg. Amália még 2-3 mondatot meghallgatott, aztán felpattant és idegesen körülnézett. A biciklik vagy 100 méterrel odébb parkoltak,
és úgy érezte, most azonnal mennie kell. Baj van? Érdeklődött komolyan Csaba. Ha sietnének a pasasok, tartsátok vissza őket. Intett a mazok felé a néni, és már ugrott is. Hubát majdnem feldöntötte, rohant jobbra. A motoros fiatalember úgy döntött, végre elindul. Királyi mozdulattal hátrébb parancsolta a bámészkodókat, beindította a motort. Csodaszép, mély hangon brummogtak a Yamaha hengerei. A fiú már előre élvezte, hogyan veti át a lábát, ül kényelmesen ülésbe, aztán kiszámított mozdulattal, sokfelé elpróbálta már, teszi majd fel a motoros szemüveget és a sisakot. Ekkor hihetetlen dolog történt. Éppen átlépte volna a motort, és egy másodpercig egy lábon állt, ekkor pattant oda eléje az az öreg nő a sárga ruhájában, határozott mozdulattal levette a fiú karját a motorról. Szabad? Mondta elegánsan, és elég hangosan ahhoz, hogy ő is értse. A fiú meglepetésében egy lábon tántorgott tova, közben elfordult, az a nő már a Yamaha nyergében ült. Egy halk kattanás, sebességbe tette, gázt adott, a motor felbődült. A csillagi benszülötteknek az a szerencsés kis csoportja, amely a saját szemével láthatta az eseményt, később, igaz némi eltérésekkel, így mesélte a dolgot. A Yamaha ekkor hatalmasat bődült, akár a púpos Kowalski bácsi bikája, és valósággal kilőtt a téren. Többen megesküdtek, hogy az első 50 métert Amália néni kizárólag a hátsó kereken tette meg, mert a Yamaha felágaskodva száguldott előre. Akár egy csodálatos paripa. Aztán visszazökkent az első kerekére is, és akkor lovasa még nagyobb sebességre kapcsolt. Huba szerint később egy hangrobbanást is hallottak a téren, ami arra vallana, hogy a néni a motoron átlépte a hangsebesség határát. Erre nem mindenki esküdött meg. Tény viszont, hogy a téren csak megkövült emberek csapata maradt, a Yamaha gazdája egyszerűen nem hitte el, mi történt. Hogy megfoszthatják motorjától, soha eszébe sem jutott. Az meg végképpen nem, hogy ezt egy szemlátomás élteskorú asszony személy teszi meg vele. Az ikrek voltak a legedzettebbek Amália ügyben, hát elsőnek róluk hullott le a varázs. Rikkantottak, és kettesben eljártak egy 10 másodperces, ugyancsak összehangolt indián táncot. Hej, hej, meg azt mondja, hí, híp, húp. Aj, aj, aj. A közönség akkor őket nézte. A Balaton csillagiak legyintettek, bolondjukból bolond szél fúj. Amilyen a nagymama, olyan az unoka is. Mert a faluban mindenki meg volt róla győződve, hogy az ikrek Amália ex-camping parancsnok és aktuális kastélyszálló főnök édes unokái. A spanyolok összenéztek. Mind a három hasonló volt, talán a napszemüvegek és a fekete öltönyök tették. A vakító fehér ingükhez odailló sötét nyakkendő is társult. Most a kocsijukhoz siettek. Huba feléjük intett, és Csabával már is ott voltak az indulni készülő autó előtt. Megálltak, pár szót váltottak, majd elmélyülten nyolták fagylaltjukat. Időnként Huba oda nyújtotta a nagynéni fagylaltját is. Ilyenkor az ikre engedelmesen nyalintott ebből is. A spanyolok nagy szürke Fiat kocsija már indult volna, de a gyerekek fél méterre a motorház tető előtt átcsorogtak. A vezető dudált. A két gyerek megserezdült, nyugodtan nyaltak tovább. A Yamaha szerencsétlen tulajdonosa akkor ült le egy padra, a szószoros értelmében teljesen magára roskadt. A kocsi dudája a valósággal víjogott. A gyerekek háttal a kocsinak állva nyalogattak. Végre az egyik spanyol kiugrott és odarohant. Szitok szavai csak egyet bizonyítottak. A néninek igaza volt, amikor azt mondta, anyanyelvén kívül úgy igazán élvezetesen csak spanyolul lehet káromkodni. A rájuk rohanó alak élénken hadonászott, közben be nem állt a szája. Bár a jelenlévő magyarok egyetlen szót sem értettek belőle, azért a látvány és az akusztika magáért beszélt. A sziszegő esszek, a ropogó errek megtették a magukét. Az ikrek drága nyílt szemmel nézték a pasas tajtékzását, de még mindig ott álltak az autó előtt. Amaz végre hozzájuk nyúlt és eltaszigálta őket. Mire visszajut volna a járműbe, a két gyerek megint ott fagylaltozott, az automotorháza előtt,
farccal. Végre Csaba mutatta, hogy siketek. A fülükre mutattak, és sajnálkozva rázták fejüket, kezüket. A spanyoloknak akkor már viola színű volt a feje. Mind három lila hagyma. Villant Huba eszébe. Csaba végre igen lassan elhúzta fivérét a kocsi elől. A fiat kilőtt, tehát hol volt az már Amália néni startjához képest? A Yamaha gráciáját nem múlhatta fölül a metálszürke kocsi. De az abroncsai csikorogtak, amikor kikanyarodott a térről. Oszkár éppen közelebb hajolt, hogy felvegyen az asztalról egy szódás poharat. A nagynéni még tavaly szavát vette, hogy nem iszik több alkoholt, és Oszkár be is tartotta ígéretét, amikor furcsa dolog történt. Serrano a gyerekekkel fényképeket nézegetett. Éppen előhúzott ő is egyet, hogy megmutassa, Zoli és Anikó közelebb hajolt. A kép leesett, Serrano lehajolt, hogy felvegye. A dőrenés szinte nem is hallották, pedig aki lőtt, nem lehetett messze. A golyót Serrano fejének szánták, és ha nem ejti le véletlenül a fényképet, már nem lett volna az élők sorában. A golyó ehelyett a napernyő tartórúdját találta el. Felsűvített a fém, az esernyő eldőlt. Anikó sikított, Zoliban meghűlt a vér, és talán ő is kiabált, de erre később sem emlékezett. Serrano egy fél pillanattal később már a padlón volt, lerántotta a gyerekeket is. Csak Oszkár maradt állva. Egyszerűen nem tudta, mi történt. A napernyő a fejére esett, akár egy óriási kalap, félig rá is csukódott, burokba zárta a testét. A férfi némileg imbolyogva állt, akár egy hatalmas narancssárga virág. Zoli közelgő dübörgést hallott, behunyta a szemét. Az ellenség jön. Serrano már magához tért, a dolog talán nem is nagyon lepte meg. Kicsúszott az asztal alól, a teraszkorlát rései között kinézett. Nem hitt a szemének. Amália néni közeledett egy csillogó-villogó motoron. A bokrok között meg két ember szaladt az ellenkező irányban. Serrano nem tudta, vajon a néni egyáltalán észrevette amazokat. Amália már messziről integetett és kiabált. Serrano átdobta magát a korláton. A motor oda kanyarodott hozzá, és azonnal fékezett. Banditák, üljön fel! Közölte, parancsolta a néni. Serrano engedelmeskedett. Még el sem kapta a néni derekát, úgy érezte, zászló lett belőle. A néni közben magyarul kiáltott a gyerekeknek. Meneküljetek! Aggódott ugyan a gyerekekért, de sejtette, nem ők a merénylők igazi célpontjai. Ezek Serranóra vadásznak. Még ő sem tudta, mennyire komoly az életveszély, de csak egy pillantást vetett a gyerekekre. És gázt adott. Most kizárólag a vendéggel tudott törődni. Zoli és Anikó először a házba szaladt volna, aztán úgy döntöttek, a legbiztonságosabban Nádas. Arra felé rohantak, valahogy mindenki megfeledkezett Oszkárról. Ő semmit sem értett, semmit sem hallott. Amint felült a zaj, a férfi valahogy kikecmergett a napernyőből. Senkit sem látott. A padlón hevert egy fotó, felvette. Csinos fiatalasszonyt ábrázolt. Fekete haja volt, 30-nál alig ha volt több. Surranó úr! Kiáltotta. Semmi válasz. Hogy a gyerekek eltűntek, azon nem csodálkozott. Máskor is megtették már. Tekintete ekkor tévedt a napernyő rúdjának csonkjára. Csak most értette meg, valami nagy erő törhette ezt el. De mi? Oszkár látta a lövés nyomát a terasz korlátján, meg a házfalon. Lejött a vakolat is. Oda csapódott be a lövedék. A férfi szeme kidüllett, térdre ereszkedett, le kellett ülnie. Aztán felpattant, mint aki darást csípett meg. Ha a merénylők itt vannak valahol, ismét lőhetnek. Rémülten iszkott be a házba. Pár perc telt el, a gyerekek már a nádasban jártak. A parkon átvágott a metálszürke fiat, és csikorogva fékezett a kastélyszálló főbejárata előtt. A három fekete ruhás, napszemüveges spanyol kiugrott a kocsiból. Oszkár látta őket az ajtón keresztül, és azt gondolta, no, itt vannak a mafiózók. Egy életem, egy halálom, nekem már úgyis mindegy. Bevárta őket. Úgy állt a recepció minipultja mögött, mint aki szállodaportás.
A kalapját már odakün elvesztette. Ketten jöttek csak be, a harmadik az ajtónál maradt. Karattyoltak valamit a maguk nyelvén. Serranót a valóságban nem így hívták, ezt még Oscar is sejtette, bár az a név nem hangzott el. Banditák, akik a spanyolra vadásznak, zakatolt a fejében. Mit akarnak az urak? Kérdezte. A lövés óta legalább negyed óra telt el, délfelé járt az idő, de Oscar erről mit sem tudott. Kicsit összezavarták az események, zúgott a feje. Néha a spanyolokat is, mintha szitán átlátta volna a homályosan. A szíve nagyon vert és szédelgett. Ezek lőttek tán, és most jöttek megkeresni, megszemlélni az áldozatot? Vagy nem ezek voltak? Csak nem olyan ostobák, hogy utána ide tolják a rusnyaképüket. Amazok látva, hogy hiába kiabálnak vele, semmit sem ért, felrohantak az emeletre. Átfutottak a szobákon, a legtöbben láthatólag nem lakott senki. Sokfelé bútorok sem voltak. Egyre dühösebben csapkodták az ajtókat, visszajöttek, megálltak a pult előtt, és nagyon fenyegetően néztek Oscarra. Ekkor jött a zseniális ötlet. Oscar kihúzta magát, mert nem szédült, látása is megjavult. Most vagy soha, gondolta. Megmutatom én ezeknek a bika viadal kedvelőknek, mi a magyar virtus. Hívom a rendőrséget, közölte magyarul, majd észbe kapva így folytatta. Én, telefon, polisz. Mutatta is, mintha kagylót tartana a fülében. A polisz szó megtette a hatását. A spanyolok összenéztek, aztán szó nélkül elfordultak, és sorjáztak ki az ajtón. Honnan tudhatták volna, hogy Magyarországon vannak olyan szállodák és panziók, amelyekben nincs is telefon? A fiat hamarosan elhajtott a szálló elől, és békés, nagy csönd telepedett a vidékre. A recepcióra is. Oscar ugyanis az átélt izgalmak hatására most egyszerűen elájult, és végignyúlt a padlón. A Yamaha igazi tulajdonosa 25 perccel a lopás után már feladta a reményt, hogy valaha is viszont látja a kedvenc gépét, amikor ismerős dübörgés közeledett az egyik mellékutca felől. A szerencsétlen ifjú emberbe új erők költözött, felállt, úgy várta a csodát. És a csoda íme bekövetkezett. A sárga ruhás idős asszony kirobogott a térre, elegáns kört írt le a cukrászda előtt. Mire megállította a járművet, az ifjú már is ott volt mellette. Mindenre számított, csak arra nem, ami akkor történt. Miként fenyegető vihar után egy pillanatra kisüt a nap, ahogyan a sötét éjszakába lop egy kis fényt a felhők mögül kibukkanó telihold. Mint hosszú csend után a felharsanó szép zene. Szóval a néni rámosolygott a fiatalemberre, lekapcsolta a motort, és a behaló csendben azt mondta. Köszönöm, fiam. Amaz csak fogta a gépet. A néni leszállt, megsimogatta a fiú arcát, és elment vissza az áruház felé, ahol leláncolt kerékpárja várta. A Yamahás úriember már nem gondolt iménti csöndes tombolására, nem gondolt feljelentésre, rendőrségre, bíróságra, semmire. Elfeledkezett a szokásos ceremóniákról, szemüvegét sem tette fel. Tétován ült a gépre, berúgta és elporoszkált. A motor engedelmesen vette be a kanyart. A fiú most szégyelte, hogy az imént már a rendőrségre akar telefonálni. Köszönöm, fiam. A néni kerékpárján kanyarodott be a parkba. A kastély hallgatott. Amália asszonyság gondtalanul fütyörészett. A főbejáratnál megtámasztotta a kerékpárt és bement. Kicsit furcsa volt az arca, amikor meglátta Oscart a padlón. Heverészünk, uracskám, heverészünk? Még hozzá munkaidőben? Kérdezte szigorúan, de most talán nem volt a szokásos vészjósó hangsúlya. A férfi fölé hajolt, felhúzta a szemhéját, majd gyorsan a konyhába sietett. Egy jókora bögre vízzel tért vissza, és a szerencsétlen portás fejére öntötte. Oscar köhögve tápászkodott fel. Mi van, esik az eső? Meglátta a nénit, a halt, a pultot, és eszébe jutott minden. Rémülten kérdezte. Elmentek már? Hát itt jártak? Érdeklődött a néni olyan hangon, mintha azt kérdezné, mennyibe kerül most egy kiló vörös hagyma. Oscar rábámult, és szaporán pislogott. Először
Lőttek. Csuklott izgalmában. Ismét átélte a feszült perceket. Utána surranóra a gyerekekkel. Nem is tudom, hová lett. Utána megállt egy autó a ház előtt. Metálszürke fiat, bólogatott a néni. Oszkár úgy merett rá, mint aki kísértetet lát. Hát a néni mindent tud. Amália már nem törődött vele többet, csak morgott valamit a foga között, bizonyos testőrökről, akik azt sem tudják, hová lett a védencük. Mire Oszkár elpirult és lesütötte a szemét. Egy felnőtt férfinál ez kissé komikus látvány volt, de nem akadta, ki látta. Az ikrek például nagyon élvezték volna. A néni kisietett a hátsó kertbe. Szaporán vágott át a kerten, a nádas felé igyekezett, és közben kiabált. Gyerekek! Anikó! Zoli! Hamarosan kibukkantak a bokrok közül. Most már jöhetünk? Elmentek? Egyelőre. Vont vállat a néni. A lényeg az, hogy Szeránót biztonságba helyeztem. Anikó és Zoli összenézett. Tudták, jobb nem kérdezősködni. Látszólagos nyugalma ellenére azért a nénire is hatást gyakoroltak az események. Szótlanul ballagtak vissza a kastélyhoz. A nap már túlment a delelő ponton, ismét növekedni kezdtek az árnyékok. Ránk lőttek, mondta Zoli. Amelle is ezen töprengett. Nem a spanyolok lehettek, azok utána mértek oda. A lövés meg akkor dörrent el, azt hiszem, amikor befordultam az útról a parkba. Lehet, a mesterlövész ideges lett a motorzajra, azért trafánt mellé. Miféle motor volt az? Kerekedett el Anikó szeme. A kislányé még késéssel csak most értette meg, hogy a nénit egy nagy csillogó motorkerékpáron látták közeledni. Alig ha lehetett az a bicikli, amivel fél órával korábban a faluba indult. Kölcsön vettem, legyintett a néni. Szóval akkor két bandita csoport lehet, és ezek egymástól függetlenül tevékenykednek, hogy az a piros nadrágos pábján harapja le a fülüket. Ez érdekes. Oszkár a teraszra merészkedett, és nyugtalanul kémlelte a vidéket. A léptek neszére összerezdent, de arca kisimult a közeledőket látva. Málika, hát mi volt ez? Merénylet, jegyezte meg az asszony közömbösen. Anikó nem bírta tovább. Ezt úgy mondtad, Málika, mint... Szóval túl nyugodtan. És ha hisztizni kezdek, akkor nem merénylet volt? Pont vállat az asszony. Egykor szép arcán fáradt vonások jelentek meg, de energiáját nem vesztett el. Most is azonnal tudta, mit kell tenni. Gyerekek, én megyek a konyhába, ebédet csinálok. Anikó, keresd elő a háromrészes éthordót, ott van valahol a kamrában. Oszkár, maradj a teraszon, és figyeld a környéket. Ha látsz valamit, szólj. Zoli, hamarosan neked is lesz feladatod. Mozgás, uracskáim, ne lopjátok a napot. Gergely bácsi megvakarta a fejét. Erre azt késztette, hogy ellenfele meglepő lépést tett. Az öreg szeme előbb kimerett, nem nagyon hitte, amit lát. Aztán krákogott egyet, szokása szerint halkan morogta, hogy Csongrádi csóka csípje meg, de aztán rájött, ez teljesen fölösleges felszólítás. Nem csak azért, mert nincs éppen a keze ügyében egyetlen Csongrádi illetőségű csókamadár sem, de az ellenfele úgy sem értheti. Huszár E4-ről C5-re ugrott. És ezzel a huszáros csínnyel elrontotta kissé Gergely bácsi napját. Na, ezt a partit bizonyosan. Felnézett. Szerránó hunyorogva ült. A szobában meleg volt, de nem nyitottak ablakot. Az óvatosság más parancsolt. Inkább behúzták kissé az áttetsző függönyt, és úgy ültek le, hogy Gergely bácsi jól látta az utcai kaput. Szerránót viszont a fal takarta. A kiskerekasztalra tették a saktáblát. Egyetlen szót sem tudtak beszélni egymással. A dél-amerikai férfi mozdulatlanul ült, és most volt benne valami az egykori inka istenek titokzatosságából. Arca félhomályban, keze alig rezdült, mintha nem is lélegzett volna. Gergely bácsi néha rápillantott, aztán idegesen ismét a saktáblára. Hogy az a Csongrádi csóka? Végre úgy döntött, elviszi onnan a vezérét, mielőtt nagyobb baj lesz.
A parti sejtette, a végéhez közeledik. És az is világos lesz számára, hogy ezt már alig ha nyerheti meg. Serrano alaposan szemügyre vette az új lépés után kialakult helyzetet, majd határozottan előbbre húzta a tornyát. Kaput. Jegyezte meg, és arcáról végre lefoszlott a komorság. Gergely látta, hogy ez a kaput bizony nem más, mint az ő matja. Fájdalmasan sóhajtott egyet. Csípje meg a csóka. Amália felszegte a fejét és körülnézett. A haditanács teljes létszámban együtt volt. Már ebéd után voltak, Zoli kerékpáron vitt egy dupla adagot Gergely bácsinak és Serránónak is. Visszatérve jelentette, hogy a két férfiú sakkozik. Senki sem sejtheti, hogy ott lehet, mondta Amália, de mint tudjuk, az ördög nem alszik. Az ikrek összenéztek és komoran bólogattak. Bizony, bizony. Mindenki tudja, hogy az ördög nem alszik. Nyilván nagyon éber lehet. Vagy rossz alvó, tette hozzá gondolatban a másik. De ez nem megoldás. Ákos szer fölött komoly volt. Ha azok a fickók kérdezősködni kezdenek, csak rájönnek, hogy te, Málika vagy a főnök a szállóban, és hogy a faluban laksz a férjeddel. Egy perc, és már is megtudják a címedet. Látszott, ezen már az asszony is gondolkodott. Súlyos hallgatásba merültek a jelenlévők. Katinka töprengő arcán egészen összesűrűsödtek a szeplők, tekintélyes méretű szigeteket alkottak. Piruska, ki tudja miért, szaporán bólogatott, mintha helyeselne, de senki sem tudta mit. Oszkár elsápadt, akárhányszor csak letört napernyőre nézett. Nem, nem kétséges, hogy el akarják tenni lábalól. Az én vendégemet! Fakadt ki a néni önérzetesen. Ákos csak most kezdte érteni, miről is van szó. A néni annak idején a világban sok furcsaságot, és talán szörnyű dolgot is látott, mit neki egy kis terrorista merénylet úgy általában. De most mégis olybá veszi, hogy ellene szóló sértés, ha a vendégére kezet emeltek. El kell onnan vinni még ma. Méghozzá úgy, hogy ne tűnjön fel, tanácsolta Katinka. Hová? Kérdezte Anikó. A gyerek komoly volt, és egy csöppent sem csodálkozott azon, hogy őket is felnőtt számba veszik, várják a véleményüket. Hát ki mondta? A vár jól védhető, közölte Ákos ellentmondás nem tűrő hangon. Amália is gondolhatott már erre, mert azonnal kész volt a válasza. De nem olyan kényelmes, mint a kastély. Serrano jóléthez szokott, tehetős ember volt mindig. Piroska csak nézte a nénit, csak nézte, aztán egyszer csak úgy szólt. Málika, nem titkozta valamit előlünk? Mindnyájan a nénit nézték, aki a figyelő tekintetek láttán sem jött zavarba. Sőt, igen meglepő volt a válasza. Dehogy nem, kedveseim. Nem mondhattam el nektek mindent eddig, és még egy ideig hallgatnom kell. Persze rájöttetek, ha Serrano csak egy unatkozó milliómos lenne, nem járnának a nyomában hazai és nemzetközi bérgyilkosok. Politika? Kérdezte Ákos röviden. Nem, rosszabb. Vágta rá a néni habozás nélkül. Ezzel a választal társai nem tudtak mit kezdeni. Most még az ikrek is hallgattak. Zoli az asztal alatt egy pillanatra megszorította Anikó kezét, mintha azt mondaná. Ne félj, én megvédelek, bármi is lesz. Szóval hová dugjuk? Kérdezte Oszkár. Mivel ő került a figyelem középpontjába, kissé zavartan folytatta. Mert hogy a kastélyban már nem tarthatjuk. Gergely bácsinál hamarabb rálelnek, a vár nem elég kényelmes neki, hogy az a... Bezzeg engem senki sem sajnált, amikor minden tavasztól őszig egy 100-as betoncsőben laktam, amit a csatornaépítők hagytak a falu szélén. De Oszkár, voltál te dél-amerikai milliómos? Majd akkor beszélj, ha annyiszor vettek célba a terroristák, mint őt. Ha meg olyan sokat tapasztaltál, mint Surrano úr. Hamarosan nekem is lesz annyi tapasztalatom, morogta a művészélek ex-csavargó, a szétlőtt napernyőrúdra pillantva. Ha még sokáig itt lesz ez a pasas... Én azért mégis a várra szavazok, mondta Katinka. Ez az.
Költözzünk át mindnyájan, és végigjük meg Súranót, javasolták az ikrek. Zoli is bólogatott. A néni töprengett, aztán eszébe juthatott valami, mert felderült az arca. Jól van. Vagy ahogyan a tengeren túljon mondják, oké, jelentette ki. Amikor besötétedik, oda visszük Serranót. Viszont. Már ma este elkezdhetitek terjeszteni a faluba, hogy a várba költözött egy dúsgazdag idegen. Miért? Van egy tervem, felelte a néni rejtélyesen, és többet nem volt hajlandó mondani. Ákos sóhajtott. Ha Málika egyszer valamit a fejébe vesz, nincs erő ezen a földön, amely ezt kivérhetné belőle. De a várúr valahol mégis tisztelte ezért a nénit, hiszen ugyanolyan makacs volt, mint ő maga. Neki sem lett volna igazi, maga építette vára, ha már az elején hagyja magát lebeszélni, megfélemlíteni a gáncsoskodók által. Bizony, így volt ez, sóhajtotta a várúr, és kezdett neki tetszeni az ötlet, hogy Serranórat éppen az ő csodaszép párában szállásolják el. Biztosan jól fogja magát ott érezni. No hiszen, próbálna csak panaszkodni. A néni a tanácskozás végén félreintette az ikreket. No, uracskáim, szeretnék nektek mondani valamit. Csak nem, különleges feladatunk lesz, Málika. De bizony, valami olyasmi. Aztán tudtok-e hallgatni? A gyerekek egyszerre emelték égnek egyik karjukat, míg a másikat, a szívük táját keresték, simogatták. Esküszünk, esküszünk. Akkor jó. Figyeljetek, Jézengúzok. Lehet, hogy tőletek függ majd az egész akció sikere.